Az Adriának gyöngyös párt a dísze, és nem lehet feledni, nem soha. Juhász Gyula Trianon című versének szavalatával kezdődött kedden a Városháza kis tanácstermében rendezett ünnepség, melyet Borbé Levente Miklós a 14. fehérvári versünnep győztese adott elő a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Idén második alkalommal ítélte oda a város önkormányzata a Székesfehérvár a Kárpát-medencei együttműködésért díjat, melyet ezúttal Prekrit Judit vehetett át. Prekrit Judit azt hiszem, hogy vita nélkül több mint másfél évtizedet tesz határon túli magyar településekért, egy, ahogy ő elmondta, csapat koordinálása mellett, akár a csángókért, akár más nehéz helyzetben lévő közösségekért nyújt támogatást évről évre, szervez ez jótékonysági akciókat, jár ki emberi kapcsolatokat, ápol és köt össze közösségeket. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, és nagyon megtisztelő, hogy átadhattam neki ezt a városi kitüntetést. 2006. júliusában a székesfehérvári Öreghegyi Karitás csoport meghívására összesen 36 moldvai csángó magyar gyermek és tanár kísérő érkezett Székesfehérvárra, valamint a Velencei tópartján lévő kézműves táborba. Az itt eltöltött két hét mind a külhoniaknak, mind pedig a vendéglátóknak egy életre szóló élményt jelentett. Ennek apropóján Prekrit Judit és segítői minden évben megszervezik a székesfehérvári ökumenikus adventi jótékonysági estet, mely mára már része lett a fehérváriak adventi készülődésének. A cél pedig mindig kifejezetten a nehéz helyzetben lévő határon túli magyar közösségek támogatása. Délvidék, Felvidék, Kárpátalja, tehát mindig igyekeszünk úgy, hogy a Kárpát-medencéből együtt legyünk ezen az estén. És ezt örömmel boldogan tettük. És nem egyedül, természetesen egyedül semmit nem tudtam volna elérni, hanem nagyon sokan veszünk részt az adventi jótékonysági szervezésébe is. Tehát valójában ez a díj, úgy érzem, hogy ez mindannyiunknak szól. Prekrit Judit hozzátette, mindig is fontos volt számára a másokkal való törődés, és hogy tehessen a hazájáért, a nemzetünkért, egymásért, és a jövőben is az marad.